Játssz a megújult Tipmix Pro-val! Fogadáskészítő, azonnali kifizetés, szuper odds-ok, kibővült fogadási kínálat. Tedd még izgalmasabbá a fogadást az új funkciókkal. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Az a típus vagyok, aki egyszerre csak egy dologra tud koncentrálni, egyet szeretnék jól csinálni, nem pedig hatot félig. Ezt Gyulai Zsolt mondta egyszer, akiről azóta kiderült, hogy párhuzamosan jó sok dolgot tud csinálni méghozzá kitűnően. A Hungaroring ZRT elnök vezérigazgatója, aki egyébként vállalkozóként mind a mai napig nagyon sikeres, egyben a Magyar Olimpiai Bizottság társadalmi elnöke is, három lánygyerekes apuka, szóval nem az az unatkozós fajta. Úgy tűnik azonban, hogy a 2024-es esztendő, amelyben a Hungaroring átépítése, plusz a magyar megyi megrendezése, sőt még a Párizsi Olimpia is a feladatai közé tartozik, hát talán még számára is húzós lehet. Úgyhogy egy rendhagyó, esztendőt záró portré beszélgetésre invitálok benneteket a kétszeres olimpiai bajnok Gyulai Zsolttal. Tartsatok velem! Szia, elnök úr! Szervusz! Vagy pontosabban elnök vezérigazgató, itt ez jár, nem is tudom, melyik titulusoddal szólítsa, vagy szia, Gyuzsó, szabad így. Szia, szia! Na, hát akkor ez itt a te birodalmad? Akkor hát ez most már igen. 14 éve, igen. Kívül elég gyászos egyébként most, ahogy a környék kinéz, de akkor ezek szerint benne azért legalább ez egy ilyen biztos pont, nem? Hát most aki, igen, a kinti környezet az most már erősen az átalakulás felé megy. Igen. Úgyhogy, igen. Ja, hát itt belül otthonosabb, abszolút. Így van. Te itt, annó, nem tudom, volt ilyen Bernie Ecclestone-t, itt fogadtad, meg itt fogadsz mindenkit, hogyha mondjuk valami nagy ember érkezik ide? Általában igen, fogadni, hát bejön ide, és akkor bejön esetleg persze, de főleg a főépületben, mert ez itt ugye így kicsit benne vagyunk a földbe, tehát hogy aha, a hanghatások igen. Nem érnek annyira, úgyhogy sokan keresik a Hungaroring irodáját, és akkor mondtam, hogy a föld alatt vagyunk itt, és akkor... Egyébként én sem voltam meg itt, bevallom teljesen őszintén, nem tudtam, hogy a föld alá kell jönni. Rengeteg régi nyilatkozatodat kerestem elő, amikor a mai beszélgetésre készültem, és ugye általában mindig ezt fogadták, de hát, hogy nem volt autóversenyző múlt, hogy nem volt semmi ilyesmi, és ezt mindig elmondtad, ez egy vállalkozás. De azt akartam mondani, igen, hogy miköze egy kajakosnak az autóversenyző. Ez is sajnos már nem vagyok kajakos, és nem kell autóversenyeznem ahhoz, hogy egy vállalatot irányítsak. Tehát alapvetően semmi sportszakmai feladatom nincsen. Én ezt értem, hanem tulajdonképpen neked az a fajta gazdasági rálátás volt az adóászod, ami az üzleti életből, máshonnan hozott tapasztalatokból, nyilván egyfajta sportgén, bár nem tudom, ez mennyire kell, mert ez egy annyira más világ, tehát ez még nem is csak az olimpiai gén, amiről majd nyilván fogunk még beszélni. Szóval mi nem, szerinted az együttállása azoknak a képességeknek, ami rád mutatott? Hát nem tudom, egyrészt szerintem nagyon nagyfokú vezetői képesség kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen vállalatot elirányítson. Kell nyilván diplomáciai érzék, mert azért itt nagyon sok olyan dolog van, amihez lobbizni kell ahhoz, hogy egy ilyen vállalkozás menjen. Bármilyen egyértelműnek tűnik, azért ez egy nem ilyen egyszerű történet. Másrészt pedig... Igen, azért a sporthoz is kell, hogy valakinek köze legyen, kell, hogy szeresse azért ezt a fajta világot is. Bár ugye a Forma 1 világa szerintem azért nagyban tér el a hagyományos olimpiai sportágaktól. Hát igen, abszolút, abszolút így van. És hát amikor egy picit, ha szabad, akkor beljebb jövök itt, és ide szemtelenkedem, mert mégis ezek a fotelek olyan hivogatóak. Én kínálok helyet téged a tegyőben. Köszönöm szépen. Szóval visszatérve a menedzsmentre, meg tulajdonképpen az irányítási dologra, azért veszed magad körbe női kollégákkal? Mert szeretnél hatékonyan dolgozni? Én a hölgyekkel valahogy, a hölgyeket, nagyon nehéz ezt így mondani, mert nem szabad ilyet mondani, de valahogy jobb munkaerőnek tartom. Precízebbek, alaposabbak, lelkiismeretesebbek az én tapasztalatom szerint. Természetesen vannak férfi kollégáim is, de ez valahogy így alakult. Hát mondjuk nyilván olyan közegből az ember azért alapvetően otthon kisebbségben van, és a nők vannak túlsúlyban. Meg hát ugye ehhez van, ugye 40 éve vagyunk együtt a feleségemmel, 3 leányom van, úgyhogy hát aki ilyen próbákat túlél, ugye az gyakorlatilag igen, már mindenre fel van készül. Ez a érdekes volt, ugye ez most itt te hoztad szóba, ugye a házasságot, ez a házasodni kéne Gyulai elvtárs, ugye? Hát a régi időknek megvolt a maga szépsége, ugye? Lakás kellett, ugye? Hát így van, lakás kellett, de
Hát akkor régen a szocializmusban azért máshogy volt a dolog. A lakhatás azért az egy nagyon fontos, erős dolog volt a vidéki gyereknek. Így igen. Van. De hát úgy tűnt, hogy a házasodni kéne, az azért az, hogy most mellik tartósan. Igen, nem egy kényszerházasság. Tehát nem. 40 évi kényszerbe élni azért. Igen. No, hát most ugye mi is egy komplet építkezés kellős közepébe érkeztünk ide, egy nagyon nagy feladatok előtt álltok, és érdemes is lenne talán azt átbeszélni, mert ugye azt mondtad, hogy tulajdonképpen évről évre élünk, legalábbis ami nyilván a Hungaroring feladatait jelenti. Aztán persze ebben én azt gondolom, majd érdemes arra is kitérni, mert azért pár fotó, amit mondasz, hogy ugye nem olyan régen kerültek ide, fontos fejezeteket örökítenek meg, például ugye a Mihalis Norbinak a világbajnoki címét, egyáltalán azt a döntést, hogy az legyen, ne legyen, hogy legyen, az mit hozott, és aztán persze sok minden más, ami ugye a működtetést is jelenti. Mennyire kellett ebben az itteni tulajdonképpen vadonatúj vállalat vezetői feladatkörben bátorság egy olyan területen, amire mondhatjuk, azért nem volt jártasságod. Azért vezettem én futballklubot is. Azt Magyarországon. Is, hát, tehát rádióműsort egy... is vezettél, bocsáss meg. Igen, Vitrai Tamással volt szerencsém. Kedves kolléga. Hát nem, az egy nagyon aranyos felkérés volt, és nagyon szívesen voltam Tamás mellett. Hogy mi kellett, kell mindenféleképpen az a fajta kurázsi, amit szerintem az ember a sportban elsajátít. Kellett az is, hogy gyakorlatilag a saját magam sportága kitaszítson magából, mert én 96-ban úgy hagytam abba az olimpián, hogy én majd szövetségi kapitány leszek, és ez magától értetődő volt, hogy Bizony. Hát én vagyok az a legnagyobb tudású és óriási eredményekkel ellátott fiatal ember, aki... Picik ego. Kép, igen, az egóm az még repített, körülbelül 3-4 évig, aztán mai magyar valóságba bekerültem. De tényleg szerencsésnek mondhatom, akkor nem úgy éreztem, hogy szerencsés vagyok, de egy nagyon elveszett érzés volt az, hogy... nem tudtam benne maradni a saját magam sportágában. Ez volt az Angyal Zoltán és igen, te igen. Közötted. Igen, volt egy szavazás, ott fiatal voltam, lelkes, nyilván sokan, akik szavaztak az elnökség soraiból, nyilván azt mondták, hogy mit akar ez a fiatal, még meg nagy szája van. Az a bajom, hogy még mindig úgy érzem, hogy nagyon értek a szakmához, legalábbis a kajakkenuhoz. De, és lehet is benne valami, ne haragudj. Lehet, mert mi azok a fajta versenyzők voltunk ugye a Csipessel, akik, hogy mondjam, a szövetségi kapitánynak adtunk tanácsot, hogy hogyan állítsuk össze a négyest, illetve mi szabtuk meg azokat talán még azokat a feltételeket. Egy idő után nem is volt jó, hogy azt mondtuk, hogy így akarunk edzeni, úgy akarunk, akkor kellett volna még egy ostor, és akkor még talán egy-két aranyérem összejött volna, de hát ez az idősödő versenyzőknek a tulajdonsága, de tényleg az volt a meggyőződésem, hogy én ezt nagyon tudom és nagyon szeretném csinálni, aztán szájon vágott az élet, és ki kellett mennem máshova. Egyrészt a 90-es évek közepén abba hagyni a sportot kis családdal, fiatal gyerekekkel, egyfajta egzisztenciális szorongással, ami bennünk volt, mert mi csinálunk, ha abba hagyjuk a sportot. Egyrészt honnan lesz az örömforrás, ugye az hát, is egy fontos dolog volt, ami ez az ember... Azért vagyok meg hozzászokott, az adrenalin, meg a győzelem, meg egy csapat. Az a lelki része, a lelki. De volt egy sokkal gyakorlatilasabb része. A financiális. Hogy hó végére elfogyott a pénz, és gyakorlatilag akkor még azért nem voltak se olimpiai járadék, nem volt olyan, hogy valamit fölhalmoztál, 2-3 évre elegendő tartalékot fölhalmoztál, és akkor én, nekem őszintén szóval az elsődleges prioritás az volt az életemben, hogy anyagi biztonságot teremtsek magamnak. Ez bizonyos szempontból, ez, hogy mondjam, nem is azt mondom, hogy lökött téged, mert mondtad, hogy kellett hozzá, hogy kitaszítson a sportágat, de az, hogy neked az üzleti életben tényleg talpra kellett esni, mint egy macska, tehát ott ki kellett derülnie, hogy te értesz ehhez, ugye aztán voltak később vállalkozások, ismertük a Csemszet, ugye a olimpikon társakkal együtt, és a többi. Voltál az arénának ügyvezetője, tehát hogy sok területen lehetett azt érzékelni, és ha jól tudom, a marketing is egy tanult szakmád bizonyos szempontból, úgyhogy nem volt más választás? Meg kellett állni a helyét az embernek a piacon? Ez így van. Én úgy hagytam abba, hogy engem fölhívott még a tavaszi edzőtáborba Kisteleki István, aki akkor az arénának sportszergyártó céget vezette, hogy mit csinálok az olimpia után. És akkor hát én gondoltam, hogy hát nyerek egy-két olimpiát, aztán majd ünnepeltetem magam, járom az országot, hintem a csókokat. Kikaptunk az olimpián,
Hazajöttem, és mondta, hogy akkor ő nagyon jó, mert akkor ő alkalmazna engem, mint marketing igazgató. Hát mondom, ez csodálatosan hangzik. Egy világmárkának a marketing igazgatója, és akkor azt mondta, hogy akkor jó, menjek el nyaralni, szeptember 1-én jelentkezzek. Jelentkeztem, és akkor mondta, hogy jó, akkor menj be a Váci utcába, és akkor te fogod árulni a cuccot a pult mögött. És akkor a raktározástól kezdve az állt. Tehát elkezdtem alulról. Elég rendesen. A Kisteleki Pista az egy kőkemény ember volt, és akkor elkezdtem alulról az építkezést, és akkor ugye ez egy közepes cég volt, de egy sportháttérrel, hiszen biztosítottunk az úszóknak és a vízilabdázóknak felszerelést. Aztán később ez lett a feladatom, később építettem üzletet Romániába, Szlovákiába, és akkor ez így kezdődött el. Igen, meg kellett tanulni az embernek a... Piacon talpon maradni. A mindent. A 90-es évek közepén egy vállalkozás, egy magyar vállalkozás, ott minden voltál. Tehát raktárostól kezdve marketing igazgatóig. Igen. Igen, és egyébként hozzáteszem, szerintem ez a vadkorszak, ez a tényleg nevezhetjük ezt egy vadkapitalizmus. Ebben a tekintetben ez óriási, hogy is mondjam, fegyver, arzenát kellett, hogy az ember kezébe adjon, nem? Tehát, hogy igazából nagy meglepetés téged onnantól kezdve, bármilyenre sodort az élet, vagy bármilyen felkérésért nem nagyon tudott érni. Pont ezért, mert hogy minden szerephez kellett tudni alkalmazkodni. Igen, de mindig vissza akartam kanyarodni az én szakmámhoz, a kajakozáshoz, mert azt imádtam. Nem tudta elengedni ezt a kajakozást. És nem, valahogy nem eresztettem el. Feleségem mindig mondta, hogy annyira szerencsés vagy, hogy ki tudsz onnan jönni. Mert ugye nagyon érdekes dolog, hogy voltam Magyar Nemzeti Autósportszövetség elnöke is. Igen. Amit tudtam szinte érzelemmentesen csinálni. De amikor a MOB elnöke leszel, vagy a kajakkenu közelébe kerülsz, minden és mindenki érzelmileg érint. Mert közel érzed magadhoz, ismerősek vagytok, stb. Mert ez a világod. És ez a világod, amiből jössz, ugye 10 éves korod óta, teljes mértékben mindenre érzékeny vagy, és mindent a lelkedre veszel. Nem bántom meg a Zsuzsit, vagy más sportákból, és hogy mindenkinek meg akarsz felelni, és ez egy sokkal érzékenyebb dolog. Ez így sokkal másabb. Na de hogyha te egy ilyen ember vagy, aki mindent a lelkére vesz, akkor hogyan tudsz hidegfejű, kőkemény üzletember lenni? Egyébként nem vagyok én kőkemény üzletember. Tehát, de hidegfejű az. Én azt gondolom, hogy megoldó ember vagyok. Tehát amikor kapod a feladatokat, mindig úgy voltál vele, hogy föl kell készülni a versenyre, el kell végezni a munkát, ami a legfontosabb, alázatosnak kell lenni, és bizonyos problémákat meg kell oldani. Azt, hogy hogy oldod meg, az rád tartozik. Kisfiam, evezzél le Győrből Vácra, jussál le valahogy, addigra legyél ott, és akkor neked ezt meg kellett oldani. Ilyen volt a feladatom. Aztán jöttek a feladatok, és nagyon érdekesek voltak. A legboldogabb időszakom, amikor semmi közem nem volt, csak saját céget építettem, és akkor haladtunk a piacon, az is egy nagyon jó volt. De nyilván a Hungaroring az egy nagyon nagy kihívás volt. Utána a Nemzeti Dohánynak a megalakítása, és azt végigmenedzselni a Nemzeti Dohány. De mondjuk azért ott is kellett, hogy az ember felvértezve legyen mindenféle fajta az dolgokkal. Az nagyon felvértezett, igen. Én abszolút teljesen távolról is kívülről, de mondjuk ott azért az ember hallotta még messziről is, hogy miket kapsz. Igen, de az nem... Mi között hozzá? Az nem személyes ügy volt. Kinek a strómanja vagy? Tehát igen, azért, igen, ugye? Igen. Ugye? Ezek, azért merem kimondani ezeket, mert szerintem ez abszolút közbeszéd szintű kommentek voltak. Igen, de azt senki nem nézi, vagy most már kevesen nézik azt, hogy egy piac át lett alakítva, egy 35 ezer helyről 6 ezerrel le lett csökkentve az elárusítójék száma. Elsőként bevezettük az online regisztrációt és az egész kasszarendszert, gyakorlatilag a piacon. Egy szürke zónából. Így van, egy teljesen kifejlített gazdaság. Igen, és 4 év alatt le lett ez menedzselve, és ez tényleg egy nagy próbatétel volt. Tehát utána már... Ez így mondjuk így egy személyes portfólióban, ez egy ilyen nagy pipa, hogy ezt... Nekem ez nagyon nagy büszkeség, főleg úgy, hogy a kollégák, az 50 embert, azt én vettem föl. Most a mai napig is dolgoznak itt nálam olyanok, akik ott kezdtünk. A semmiből kellett kitalálni, hogy legyen.
De és hogy veszel fel valakit? Hogy te, hogy interjúztatsz? Mit keresel? Mit nézel? Hát ugye az ember, amikor beül egy hajóba, ha mondjuk megint visszamegyünk a KJH-hoz, akkor nyilvánvalóan egyértelmű volt, hogy mit kereslek, hogy a lehetőség szerinti legjobb emberek üljenek együtt, akik meg ráadásul hasonló stílusban is húzzák a lapátot. Amikor az ember üzletemberként keres olyan embereket, akikre rámeri bízni saját magát, a saját reputációját, és nyilván azt a feladatot, amit közösen kell megoldani, akkor te mit keresel? Én megérzésre megyek mindig, és nagyon-nagyon szerencsém van. Ilyen sugallatok vannak. Tehát rögtön tudom azt, hogy ki az, aki mire használható ember. És főleg az emberi oldala érdekel. Tehát te jó embereket keresel? Igen. Azért ez egy elég erős vezérvonal. Az élet túl rövid ahhoz, hogy negatív emberekkel vegyed magad körül, és én pozitív. Igen, így van. Tehát olyan embereket, azok rögtön megfognak, akik pozitív hozzáállásúak. Akik sajnos sok embert kellett elküldenem, azok mind azért voltak, mert jó, néhány kivétellel, akik igazából emberileg nem feleltek meg nekem. Bármit is tudtak volna szakmailag, de az emberi minőség az ennél fontos. Nagyon fontos egy közösség. Azt tanulod meg a sportba, akkor tudsz eredményes lenni, ha focizol, és elkezdesz szedni, ugye gyakorlatilag ugye adóztok, vagy hát választotok csapatot. És akkor én rögtön azokat az embereket választottam mindig, akik tudtam, hogy a végtelenségig hajtanak, akivel tudsz nyerni. Hát ez ott kezdődik, nem? Abszolút. Tehát, hogy egy cégbe, egy csapatba, kivel tudsz nyerni? Ki az, akire számíthatsz? Kit ültetsz be a hajódba, aki még 800-nál is az oroszokat leveri veled együtt? Tehát, hogy mondjam... Igen, miközben persze, és visszatérve a megoldó ember minőségedre, azért ott voltál te, és hát nagyon sokféle kommentet olvastam most meg. Téged úgy szerettek rólad a volt csapattársak, kollégák, edzőtársak nyilatkozni. Mert olyan jó fejnek tartott, úgy mindenki. És akkor azt mondja az Ábrám Attila, hogy igazából a legnagyobb elismerés szerinte a te tudásod iránt az abban állt, hogy te nem is születtél arra, amit te csináltál. Hogy te egy olyan tartományban versenyezted végig az élsportolói pályafutásodat, amire nem is voltál alkalmas. Te igazán 200 méteren lettél volna a legrobbanékonyabb sprinter, ha akkor lett volna ilyen versenyszám. Ezt képest, ha kellett, az 1000-et toltad ki ugyanazon a hőfokon, mert az volt a feladat. Igen. Ha lett volna 200, nagyon sok VB-t nyertem volna. Tehát volt 10 év, amikor meg se közelítettek engem. Igen, nekem az 500 is már hosszú volt néha, de nyertem 1000-en is, igen, világbajnokságot. Az alkalmazkodó képesség ezek szerint jó. Igen, tehát hogy, igen. Akkor, meg, hát, hogy ezt kellett megoldani, akkor te ezt oldottad meg. Hát például, igen, mert visszaemlékszem, nekem a vitálkapacitás, tehát én igen, másfajta izomzatú ember vagyok, és tényleg nagyon sok gondom volt, nem tudtam futni. Tehát ezek kocogtak, amikor én már lógott a belem. De mindig emlékszem arra például, hogy 88 előtt Káposztásmegyeren laktunk, minden nap a vacsora után még elmentem futni. Még elmentem, volt egy órás köröm, és akkor elmentem futni a napi 3 edzés után. Mert nem voltam jó futásba. Aztán fölfejlődtem egy jó, közepes jó szintre, de persze az Ábrahámnak az kocogás volt. De a Kővárita is azt mondta, hogy amikor este 9-kor ő lement általában egyedül még tolni egy párat a különféle súlyzókon, akkor általában egy emberrel találkozott, és azt nem voltál. Igen, a Rita a mikorosztály. De a Ritáról is el lehet ezt mondani, bár ő ifibe rettenetesen lehetett látni rajta, hogy nagyon jó, tehát nagyon jó adottságú volt. De aztán a Rita kemény lett, és jó lett, és meg is érdemelte, amit... Te és most, amikor közel vagy a mai sportolókhoz, és már persze mindjárt kicsit arrébb is sétálunk, és majd egy picit beszélünk a másik választott szívecsücskéről nyilvánvalóan, vagy a téged választott szívecsücskéről, ugye a mob feladatairól, hogy akkor látod ezen a mostani generáción ezt a fajta mérhetetlen elköteleződést, ami titeket jellemzett, ez a 3 edzés, plusz még elmegyek futni, plusz még este 9-kor lemegyek. Már csak azért is kérdezem, mert szerintem vannak bizonyos jelenségek, amelyek generációkhoz kötődnek, és én is őszintén szóval figyelem a gyerekeimet, hogy vajon meg fog-e bennük ez jelenni valaha, kell-e egyáltalán, olyan korban élünk-e, amikor ezt még kurens minőség, emberi minőség, vagy nem is lesz erre szükség, csak mi voltunk ilyen bolondok, mert nem volt más lehetőség.
Hát rossz hírt mondok, szerintem ez az új generáció, igen, ez nem feltétlenül fogékony erre a dologra. Nem is kell, szerintem. Tehát elemezhetjük az élsportnak a társadalomra vetített hatásait, vagy hogy mit akarsz a gyerekedből, csomó olyan élsport, vagy sportolót látok, akiknek csak a szülei akarják ezt a dolgot. De én azt mondom, hogy látok. És megvannak azok a gyerekek most is, komoly versenyzők, akikben megvan ez az elhivatottság. Sőt, ez már párosul valamiféle tudományos háttérrel is, mert ugye mi azért nem úgy toltuk az edzést kőkeményen, de az, hogy utána Hódosi Sanyikával a Lehel piacra mentünk úszás után tejfölös sajtos lángost enni, az nem biztos, hogy a tudományos háttér az rendben volt. Mindjárt majd egy kicsit arrébb is megyünk, és egy más perspektívából megpróbálunk lenézni, mert elég ködös a pálya, hogy mi is lesz majd itt, vagy minek kell lennie, ugye, hogy ezek az évről évre meglévő futamok biztosítva legyenek, de azért, ha itt körbenézzünk, vagy megnézzük ugye ezt a különleges vonalvezetést, ugye hát a FAMA úgy tartja, hogy a szolvétel lerajzolt. Nem tudom, hogy mi igaz ebből, de ezt sokszor hallottuk, pályarajz, a Hungaroring pályarajza. Szóval amikor ide bejössz, azért ez a 14 év, ez így, nem tudom, összesűrűsödik, vagy az ember tényleg úgy jön be ide profiként, mint egy munkahely, ami most éppen most ez a feladat, holnap az a feladat, amit mindig meg kell oldani, vagy azért ez már egy, azért ez már sok szempontból is azt gondolom, hogy olyan időintervallum, amihez vannak érzelmi kis cölöpök, amihez az ember kötődik. Nagyon érdekes, mert amikor először ugye 2010-ben engem kineveztek, azért ez egy, nekem mondom, 4 évet megcsinálni, azért ez kemény lesz, és most ugye én vagyok az egyetlen olyan állami vállalat vezetője, aki azóta, 2010 óta itt van. Na most ez, az talán jól esik. Ez nem semmi. Nem hiszem, hogy attól van, mert 88-ban meglódítottam a kajakot, tehát úgy néz ki, hogy, hogy nem. Az már nem vitt volna el ez a lendület. Ugye, az általános közvélemény az mondja, hogy hát igen, mert állami vállalatok vezetői ilyen, olyan, amolyan. Itt azért tudni kell, hogy ha nem teljesítesz, vagy valami gigszer van, akkor rögtön repülsz, tehát nem engedi meg senki azt a egyik miniszter se engedi meg, hogy a cégébe olyan dolgok történjenek, ami nem jó, vagy nem eredményes. Tehát itt a jó gazda szeménél is jobban kell vigyázni. Visszanéztem valamikor, nyilatkoztam, és akkor a Palik Lacival tartottunk fönt egy sajtótájékoztatót, ő mentén jöttem. Az első mondatom az volt, amit tökre most is így érzek, hogy beszeretném bizonyítani azt, hogy egy állami vállalatot is lehet jó szemlélettel, vagy olyan szemlélettel, mint egy magánvállalkozást működtetni, és szerintem azóta is így megy. Úgyhogy most már azt hiszem a 6. miniszteremet koptatom, mert... ez nagyon jó. Te koptod a minisztereket? Hát igen, mert ugye mindig voltak más tulajdonosaim annak idején, a Fejlesztési Minisztérium, egy csomó ilyen. Most kerültünk át éppen a miniszterelnökségre, úgyhogy a tulajdonosi jogokat gyakorló... Ez nem ráz meg, hogy éppen ki az aktuális. Nem könnyű, mert minden, tehát egy más tábbal kell dolgoznod. Tehát a tulajdonosod akkor mindig más, és akkor... Ugye ez a metódus, ami itt a döntéshozatalt megelőzi, az amerikaiaknak nehéz elmagyarázni, hogy várjunk, mert még FBIG, még a miniszter is jóvá hagyja, stb. Tehát nem olyan gyors a döntéshozatal. Most a Liberty Media-re gondolunk, ugye? Meg egyáltalán hát az új amerikai igen, mert a Bernie óta azért, amióta ő elment, fölgyorsultak az események. Aha. Tehát a Liberty... Más tempóra kellett valami? Teljesen. Aha. Más kihívások vannak. Egy-egy futam kapcsán... Totál más a követelmény a FOM részéről is, mint annak idején volt. Tehát ez már azért akkor egy... Most, hogy gyorsan végig gondolja az ember, tehát, hogy egyrészt változik fölötted ugye a fölöttesi kör, úgymond a te gazdád, ahogy mondod, minisztériumra, vezetőségre, és akkor ugye itt van ez a, amúgy egyébként a Forma 1 világát alapvetően meghatározó nemzetközi csapat, és az abban bekövetkező változások. Tehát, hogy itt minden irányba kell tudni az embernek idomulni és alkalmazkodni, és baromi gyorsan fölvenni a tempót. Most, hogy így elmondtam, tényleg. Tehát most így belegondoltam. Ez igen. Most, hogy így belegondoltam. De ez tényleg így van. És ha valaki azt mondja, hogy ez miért nem egyszerűbben működik, akkor mi azt tudom mondani, hogy kirívóan jól működünk a többi pályához képest. Tehát az, hogy van egy állami tulajdonosod, az nyilván egy nagyon nagy biztonságot ad. Természetesen meg kell felelni a szabályoknak,
nehezebb, mint hogyha maszek vállalatod lenne, de ettől függetlenül sokkal biztosabb partnerei vagyunk a Libertinek, mint bárki más. Ha megnézed, mindenkinek volt problémája az elmúlt időszakban, Monakótól kezdve, nem is tudom, Austinig, bármeddig. Tehát az arab... Ami a hercegre biztos nehéz, nem csak viccelek. Hát a Monakót ki akarták, mert eddig ugye nem fizettek fit, és most akkor az van, hogy akkor hát tök jó, hogy Monakóban van mindig, de hát fizessetek ti is, mert az amerikai... És ezek megsértődtek, igen, gondolom. És ezek megsértődtek, de azért veszítjük el az európai futamokat is. Tehát azért, amikor a franciák, vagy a belgák is most akkor... Hát olyan irányból is, olyan, hogy mondjam, források és tőkék érkeznek a világba, ami értelemszerűen nem Európába koncentrálódik, vagy nem onnan érkezik. Tehát hát igen, a szaúdiak két év alatt két pályát oda pattintottak. Igen. Tehát igen. Las Vegasban, ami most épült, az meg... Hát, agyahagyott dolog, tehát azzal versenyezni nekünk, azt ugye nagyon nehéz. Hát akkor menjünk föl, nézzünk le egy másik perspektívával, nézzük meg, hogy tulajdonképpen valóban milyen versenyre is késztett benneteket, ugye az az elvárás, aminek meg kell felelni, dátumok vannak, idők, mikorra, mit kell vállalni, minek kell teljesülnie ahhoz, hogy ez maradhasson, és aztán majd azt is átbeszéljük, hogy itt a mérleg, ez körülbelül hogy néz ki. Jó? Okay. Mehetünk? Mutatod az utat? Persze. Köszönöm. No, hát mi a közelmúltban fejeztünk be egy kis házfelújítást, egy kis bontást, kis építés, kis kutyaféle. Egy pár szál hajunk összebb lett, és ki is hullott. Na, de egy ekkora volumenű dologban, atyavilág. Szóval, hogy itt mi fog történni, meg minek kell történnie a jövőre nézve? Nagyon nehéz a feladat, ugye, mert mi Forma 1-et rendezünk. Ja. Tehát egy olyan cég vagyunk, 30 alkalmazottal, amelyik Forma 1-et rendez, meg egyéb rendezvényeket, Red Bull részt, nagy futamot régebben. Erre nem vagyunk felkészülve, de hát bízunk benne, hogy meg tudjuk oldani ezt a feladatot, mert nagyon speciális a feladat. Ugye 1986-ban volt az első futam, azóta ehhez a pályához nagyon keveset nyúltak hozzá, gyakorlatilag ugye ez a millenniumi torony épült annak idején, meg a célegyenes lett meghosszabbítva, egy-két kanyar, de alapvetően az alapinfrastruktúra az nem változott. És nagyon messze vagyunk már attól, hogy FIA kompatibilis pálya legyünk. Tehát ez a főépület, ami 320 méter hosszú, gyakorlatilag ez három szinten, ez messze nem felel meg a kézikönyvnek, semminek. Semminek. Ugye itt alapvetően nyűzsögnek az emberek, normálisan ez a médiaközpont, ahol vagyunk, többnyire iszonyatos meleg van, bár lehet, hogy... Hát meg az egész, tehát a boxok mérete, a száma, stb. Tehát most nem is azt mondom, hogy Abu Dhabival kell versenyezni, hanem egyáltalán minimum követelmények. Úgyhogy most 7-8 éve kezdtünk el álmodozni, és idén jutottunk el arra a pontra, hogy kormánydöntés is van arról, hogy megvan a forrás arra, hogy teljes mértékben megújuljon a infrastruktúra. Azt tudni kell, hogy ez Magyarország legnagyobb sport infrastruktúrája, 130 hektáron van. Tehát óriási elképesztő területről beszélünk. Persze. Aha. A kerítések, WC-k száma, vagy méterben, mindenben rengeteg, tehát ülőhelyben. Úgyhogy sajnos minden elbontásra kerül. Azt a mindenit. Igen. Ez egy ilyen tulajdonképpen dózár és nulláról, vagy mínusz egyről vissza? Mínusz egyről, igen, mert még le is kell menni, ugye mert lesz két alagút a főlelátó és a padoképület között. Alapvetően nem nagyon tudnám érzékelteni, csak aki nap mint nap itt van, hogy ez mekkora dolog. Úgyhogy, és úgy kell építkezni, hogy minden évben futam ezt legyen. Ezt akarom mondani, de közben hogy lehet futamot csinálni, ha mindent el kell bontani, és közben hát, ennyi időben össze kevés lesz. Szakaszolt építési engedély van, tehát 10 hónapok lesznek rendelkezésre állva ahhoz, hogy ugye valahogy futamot is rendezünk, és a FOM előírásának is megfeleljünk, hogy a tévében nem látszódhat az, hogy építkezel. Úgyhogy azt nem értették, hogy miért tart ez 3 évig, mert hogy Szaúdiba ezt megcsinálták ugye 10 hónap alatt, vagy 12 hónap alatt. Nem akartuk mondani, hogy van a szaúdi meg a magyar viszonyok között is, nem csak pénzben, hanem egyéb hogyne. Dolgokban is. Hát ugye. És ott hagyjuk is azokon az építkezéseken, meg hát igen. Közbeszerzés sincs, meg ilyesmi, de ettől függetlenül hát igen, nagyon nagy feladat. Na most, ha egy kicsit kellemetlenebb részét kérdezem ennek a dolognak, bár lehet, hogy egyetem kellemetlen, ugye, hogy mibe fog ez nekünk kerülni, illetve amibe kerülni fog, az a szemben, ez mit hoz a konyhára, ugye, azt hiszem, hogy talán, és majd érdemes arra is kitérni, ugye, hogy valami egészen elképesztő
dolog történik. Én nem akartam elhinni, de minap hallottam, Tóth Anitától egyébként, aki kitűnő ismerője ennek a területnek is, hogy már elfogytak a jövő évi jegyek. Tehát ti még nem nagyon tudjátok, de nyilván tudjátok, hogy fogjátok eltüntetni az építkezés nyomait majd a 24-es futamra, de hogy totál teli lelátok lesznek, az már most... Ez hogy történt? Hát ez most már második éve így van, vagy harmad, hát nem tudom. A Netflix sorozat beindult, igen, és akkor kezdődött ez a fajta. Igen, hát most gyakorlatilag teltháznál tartunk, 16-ban megtartottunk 10%-nál. Uh-huh. Elképesztő különbség van. Igen. Jó, de a Forma 1-et mindig is jellemezte egyfajta hullámzás. Ezt nem szabad elhinni, hogy ettől mi nagyon jók vagyunk. Ja, de benne van nyilván az egész Liberty Media-nek a hozzáállása, nyilván az a marketing munka, nyilván a Netflix sorozat, tehát gondolom... De azért van amelyik pálya, tehát a Paul Ricard például nem tudta eladni a jegyeit, és egy csomó olyan, most Las Vegasban is azért voltak problémák, bár nem 400 eurós jegyek voltak, hanem 2000-nél kezdődtek, de ettől függetlenül más a dolog. Nekünk ez most jól megy, de hát itt mindent meg kell csinálni tényleg teljesen újra. És ahogy mondtad, hogy egy állami céget is lehet egy magánvállalkozás gazdasági szemével vizsgálni, akkor most nézzük meg azt a részét, hogy ez nyilván óriási kiadás kell, hogy legyen. Az is érthető, hogy 86 óta ez nem történt meg, tehát tulajdonképpen görgettétek előre ezeket a feladatokat. És mindez mit hoz a konyhára? Pláne, hogyha ilyen sikeresek a futamok, és ennyi az eladott jegy gyakorlatilag. Hát talán a legnagyobb sikernek kérdezted, hogy az elmúlt 14 év sikere az mivel. Az, hogy talán ezt a tulajdonosi szemléletet sikerült behozni a Hungaroringre, és ez szerintem jól működik, ezt látja mindenki. Voltam parlamenti bizottsági meghallgatáson annak idén, senki nem vonta kétségbe azt, hogy kell-e a Forma 1 Magyarországnak, vagy nem. Szóval akkor már régeségen túl vagyunk, ugye? Hát azt gondolom, hogy túl vagyunk ezen. Az, hogy mennyibe kerül, az egy dolog, nyilván magas a jogdíj. De nem, a Forma 1 az teljesen máshogy működik, mint más sportág. Itt a jogdíjat kifizetik, és onnantól kezdve mindent fizetnek. Tehát ugye, aki idejön, az mindenért fizet ezek szerint. Természetesen. A szállodáért, a kocsibérlésért, mindenért. Már maga csak a stáb is rengeteg, ugye, ami a csapatokkal együtt jön. És ha azt nézzük, ugye, hogy minden évben kimutatjuk azt, hogy körülbelül dupláját hozza a Forma 1-es futam, mint amit befektet az állam jogdíjba, akkor azt tudjuk mondani, hogy 40 éve hozza a pénzt Magyarországnak, de eddig még egy villanykörtét se cseréltünk ki idézőjelbe. Tehát innentől kezdve az a fajta visszafordítása ezeknek a forrásoknak szerintem bőven megéri. De hát ez nem a mi döntésünk, nekünk az a feladatunk, ha a kormány elhatározza, vagy hogyha ugye születik egy ilyen döntés, akkor nekünk az a feladatunk, hogy végrehajtsuk. És hát úgy tűnik, ugye, hogyha egységnyit betesz, és kettő egységnyit tud ebből kivenni, akkor ez nagy valószínűség elég garancia arra, hogy ezt érdemes legyen folytatni. Na most az meg egy elvárás, az ugye ezt hallottuk, hogy bizonyos változtatásokat meg kell csinálni ahhoz, ha jól tudom, hogy az előre tervezett szerződések hossza, illetve az együttműködés az maradhasson. Így van. Tehát ugye nagyon sok kritériumnak kell megfelelni. Az az épület, amit 86-ban még jó volt, az nyilván tehát a boxok mérete 4x12-es, most pedig 7x21-es boxok kellenek. Csak azt annyit jelent, hogy például ugye 9 méterrel szélesebb lesz maga az épület. Ezáltal kisebb lesz a depó, ami a világsorozatban nekünk a legkisebb, uh-huh. Tehát azt is bővíteni kell egy nagy hídszerkezettel. Tehát rengeteg olyan dolog van. Ráadásul ezek a motorhome-ok, amik most jönnek, azok már teljesen mások, mint annak idején régen. Tehát olyan sok dolognak kell megfelelni, hogy ezért kíván egy teljesen új épületet az egész. Hát illetve a nagy szemben lévő lelátónk is, ami úgy van lefedve, ahogy van, és az a 10 000 szék is, vagy a kommentátor fülkék, vagy a sajtó helyei, hát ezek nagyon valljuk meg. Igen. Padoklub férőhelyünk 900-as és 4200-ast várnak el az amerikaiak. Tehát annyira más a követelmény, hogy ezt nem is tudnám. Akkor azt lehet mondani, hogy kész csoda, hogy eddig ezekkel a számokkal azért ilyen jól el lehetett pláne az utóbbi években működni, de nagy valószínűséggel a Hungaroringnek a népszerűsége, azt tudjuk ugye, hogy a piloták körében is, meg a csapatok körében is valami rímény. Hát ami játszik ilyenkor, ugye most az, hogy mennyit fizetsz, tehát milyen jogdíjat fizetsz, és tudsz-e teltházat, egy jó versenyt rendezni. Mert ugye az F1-nek is az a fontos, hogy teltház legyen, jó hangulatú verseny. Most ezekben eddig jók voltunk. Igen, most már a jogdíjunk se olyan alacsony, tehát nem kirívóan alacsony, mint annak idején volt.
most már fölment sajnos a jogdíj, egy csomó hollywoodi produkció forgott itt. A legjobb pénzünk abból volt, múltkor éppen jöttem, és az Orlando Bloom itt futott, mert itt kocolgott reggel. Olyan? Persze, meg ugye itt forgatták ezeket a nagy filmeket, meg most jönnek vissza majd a, például a jövőre a Brad Pitték is ezzel a F1-es sorozattal. Esetleg csak nekem sem úgyhogy, meg, amikor véletlenül jönnek, jó? Tehát úgyhogy, nem kell nagy dobra verni. Úgyhogy nagyon jó kapcsolatunk van a stúdióval, és nagyon sokszor visszajönnek, és szeretik a helyszínt. Minden ilyen megkeresés rajta, tehát te tudsz mindenről, minden keresztül kell, hogy menjenek a kezedben, hogy ilyen projektek igen, jönnek. Igen. Hát ez a része ennek. Na jó. Egy nagyon szuszantok, lemegy a jövő évi 24-es nagy díj, úgy tesztek, mintha kész lenne az építkezés, pedig nem lesz kész, ugyebár? És másnap mit csinálsz? Hála Isten, sikerült a belgákkal elcserélni a futamot, mert azt nem vették észre, hogy akkor van az olimpiai megnyitó. És akkor elcseréltük Spával, úgyhogy igen, itt kicsekkolok, és akkor remélhetőleg megyünk Párizsba az olimpiára. Kipihed magad, és az olimpiára kipihed. Igen, és nem miattam cseréltük, csak hogy azt gondoltuk, hogy ne azon a hétvégén legyen az magyar F1-es futam, amikor Szilágyi Áron remélhetőleg menetel. Bizony, és ő is nagy dolgokra készül. Most legutóbb azt mondta, pont éppen a sportévkönyv bemutatom, hogy kettőre még legalább jövőre. Igen, és igen, és nagyon örültem, hogy ezt mondja. Igen, minden statisztikát át akarok írni, hát hagyjuk a statisztikákat, kit érdekel. Na kérdezted a sportembereket, látod igen. Azért Áron az igen. Ott van. El tudom képzelni, hogy a közelükben lenni, mind a mai napig nekem is tényleg nagy élmény. Na de azért, amikor jött ez a megkeresés, nem lehet azt mondani, hogy akkor is unatkoztál volna, hogy legyél a MOV elnöke. Kulcsár Krisztián után, és hagyjuk is azt a korszakot, úgy körülbelül látható volt, hogy ez mennyi feladattal jár? Mert azt azért mondjuk el, szerintem mindenképpen érdemes, hogy te ezt társadalmi feladatként vállalod. Tehát te nem fizetett elnök vagy a mobilén. Hát igen, én megszoktam, hogy Schmidt Pali mellett voltam alelnök, és én azt láttam, hogy ez... Én azt gondolom, hogy az legyen elnök, aki ezt megteheti. Vagy hogyha úgy érzi, hogy vissza akar valamit adni a sportnak, aminek sokat köszönhet, vagy sokat köszönhetünk, mert gondolkodtam, hogy mi lett volna velem, ha nem megyek le annak idején egy sónakházba Vácon, és akkor mit csinálnék, de mindent a kajakozásnak, meg a sportnak köszönhetek, ahol most vagyok, akkor úgy érzem, hogy ezt illik visszaadni valamilyen szinten. Charity. Think wise. Share smart. Van is nekünk egyébként egy ilyen rovatunk, ezt úgy hívják, hogy Charity, ahol az ember arról beszél, hogy mi az, ami számára az a fajta elköteleződés, ami tulajdonképpen egy önként vállalt társadalmi felelősségvállalás. Nálad ez a kis váci, ahogy mondtad, ennek a kajak kenú Silicon Valley-nek így az ébrántása? Nálam igen, négy éve volt az, amikor van egy alapítványom, a Játszva Sporttól megelőzni alapítvány, már nagyon régi, és oda gyűjtöttem támogatókat, meg pénzt, meg dolgoztunk is vele, és alapvetően fölmerült, hogy volt benne egy összeg, és azt gondoltam, hogy akkor itt az ideje, hogy valamit visszaadjunk, és akkor építettünk Vácon egy új csónakházat a Magyar Kajakkenu Szövetséggel közösen, és vállaltam a klubnak a finanszírozását most 5 évre egyelőre, úgyhogy az minden évben egy elég nagy feladat, de hát nagyon boldog vagyok, mert jól működnek. Tehát és ott befizetsz? Az elnöki feladatkörért, mert meg nem veszel fel pénzt? Hát miután a egzisztenciális szorongásom egy idő után megszűnt, hála Istennek, mert ugye volt sportoló, és akkor mit csináljunk, és de szerencsém volt a vállalkozásaimmal, és minden jó volt, és alapvetően igen, úgy érzem, hogy ezt valahogy meg kell adni. Mert meg jól esik az, hogy valami, bár a társadalmi felelősségvállalás azért nincs magas színvonalon nálunk Magyarországon. Bizony, azért is beszélünk róla, hogy ezt a kultúrát egy kicsikét megpróbáljuk és soha, valamilyen szinten. Igen, sokan nem értik, hogy most akkor mi ebben neki az üzlet, hogy miért csinál, és nem értik. Benne. És most jelenik meg egy könyvünk, a Váci Kajakozás Történetől jelentetem meg ezt is. Ott is Sandán néztek, hogy most ez miért jó, és akkor én mondtam, hogy annak idején édesapám kézilabdázott Vácon, és volt egy ilyen könyv, amiben láttam, hogy benne volt a neve 3-szor, és annyira jól esett visszanézni, hogy és a kézilabdázás az, és a váci kajakozás az sokkal magasabb színvonalon van, és nem magamról akartam megjelentetni könyvet, hanem inkább arról, hogy a nagy ősök hogy nevelték ki ezeket a... Ugye, annak idején két egyéni olimpiai bajnok volt, a Hesz Misa akkor... meg én, két váci, most már hál' Isten van Kopasz Bálint, meg Totka Sanyi is. Úgyhogy... Szóval tanítani kell, ha jól értem, akkor azért az embereket arra, hogy az ember sokszor olyan dolgokat is csinál, amit nem a haszon. Hát legalábbis valamiféle példa, ha megengedhetjük magunknak, akkor mutassunk valamiféle példát. Charity. Think wise. Share smart.
De azért annyi munkát hozott ez számodra a mobelnöknek lenni, mint amit úgy körülbelül előtte sejtettél, elfoglaltságban, tennivalóban, 2023-ban azért egy új Nemzetközi Olimpiai Bizottsági tagot kellett sikeresen menedzselni, Fődés Balázs személyében ez egy kitűnő döntés volt, hiszen rekordidő alatt választották őt meg, nem mellesleg egy kvalifikációs év van a maga összes nehézségével, nem mellesleg az olyan problémák is, hát azért előtérbe kerülnek, hogy Milák Kristóf nem nagyon jár le edzésre, és hát nyilván az úszószövetség is joggal aggódik, és nem azt mondom, hogy itt vége is a sornak, most nem akar említeni, tehát hogy azért nem lehet azt mondani, hogy egy könnyű évnek futnál neki mobelnökként. Igen, de sokkal több, mint amire számítottam. De nem azért, mert hogy valaki elvárja, csak hogy amit mondtam, hogy érzelmileg jobban érint. Tehát, hogy ezt nem tudja annyira hideg fejjel kimérten. Jobban bevonultál, mit gondoltad? Sokkal. Aha. Távol is kell néha egy kicsit tartanom magam a napi operatívtól, mert azt megszoktam. Egyébként annak idején kérdezték, hogy az volt, hogy én csak elnök leszek, és nem vezérigazgató, és mondtam, hogy ez bénaság, hogy valaki most elnök, tehát ne jutalmazzanak egy elnöki pozícióval, mert akkor nem tudok hiteles lenni, hogyha nem tudod a napi működés, hogy hogy megy. Mert a vezérigazgató tulajdonképpen ő az operatív. Igen, ember, igen. Nálunk nálunk a Fábián Laci az operatív, ugye a főtitkár. Így van. Ettől függetlenül rámászom a nyakára, és akkor mindent együtt beszélünk, és minden. És de valahogy nem tudom, tehát a dolgok működésé, vagy a dolgok mögé látni kell. Tehát ahhoz meg ott kell lenni, el kell menni. Úgyhogy több, mint amire számítottam, de ettől függetlenül viszont élvezetes. Meg az, hogy ha a tagságnak megvan, azért az egy nagy erő, hogyha a tagok úgy érzik, hogy működik a dolog, illetve van bizalom. És ez láthatóan van? Hát majd elválik, jövőre lesz új választás, de egyébként az egy nagy erő. Én azt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire... Sokat számít. Igen, sokat. Az, hogy az ember érzi, hogy mögött az emberek, akikért, meg akikkel együtt dolgozik, azok tulajdonképpen... Politikusok is mondják, csak nehezen hiszük, de ugye azért mondom, hogy ez egy érdekes dolog, hogyha választanak, igen, akkor az más. Igen. Jó, a társadalmi feladatokban egy kicsit azért ennek szerintem jobb az íze, maradjunk ennyiben. Na jó, szóval akkor milyen évre számítsunk? Még azért arra térjünk már ki, hogy azért könyörgömet, egy háború, sőt, egy másik szörnyű konfliktus árnyékában megy az egész olimpiai felkészülés. Még mindig nem lehet azt kimondani, hogy ez bojkottmentes olimpia lesz, vagy nem. Mi mind a ketten átéltük a 84-es bojkottnak a szörnyűségeit. Tudjuk, hogy ez milyen borzalmas dolog, amikor az ember tulajdonképpen felső vezetői politikai döntés áldozata és semmi köze az egészhez. És hát ráadásul ott vannak a saját személyes, mondjuk magyar olimpiai csapatbéli nehézségeink, sportolók, sérültek és a többi. Hogy látod most ennek a csapatnak a pillanatnyi állapotát? Én nem akarom a saját magunk helyzetét túldimenzionálni, mert mindenkinek, mert tudjuk azt, kimegy egy versenyző az olimpiára, az edzője meg saját maga létezik az ő számára. Tehát ő most nem, hogy mondjam, nem nagyon érdekli a többi dolog, és ez nagyon jól van így. Tehát nem akarom saját magunkat túldimenzionálni. Én azt gondolom, hogy az a támogató közeg, ami a sportolók mögött van mindenféle tekintetben, azt meg tudjuk teremteni, és meg is fogjuk. Ez a legtöbb, amit adhatsz. Te nem tudsz beugrani a versenyző helyett a medencébe, nem tudsz készülni helyettük. Gondolom, még mindig beülnél a hajóba, ha lehet. Persze, de megpróbáltam, sokkal gyorsabbak már ezek a fiúk, úgyhogy jó. Szerintem mindenki csinálja a dolgát, az, hogy milyen eredmény lesz, na most erre nincs nagy ráhatásunk. Mindig mondjuk, hogy ugye van 10-12 esélyünk, azt nyugodtan el lehet mondani, ennek az egyharmada fele beszokott jönni, de bejöhet bármi. Érdekes volt az a statisztika, hogy 2 aranyat, 12 ezüstöt jósoltak nekünk, tehát maga az éremszámmal nem lenne probléma, csak ugye az arányok lennének jobbak, de én valahogy nagyon bízom benne, hogy összeállnak a dolgok, és jó eredmény lesz. Remélem olyanok is lesznek, akikre nem számítunk, és új sportágak jönnek be. Uh-huh. Igen, van rá esély azért. Úgyhogy szerintem Párizs, izgalmas és lesz. És Párizs milyen helyszín lesz, mert annyiféle fajta félelem van, talán még ezt kellene, nem is tudom, megnyugtatásképpen itt ennek az esztendőnek a végén, az utolsó napján elmondani, hogy mire számítsunk. Nyugalmas olimpia lehet szerinted? Békés, a sportról fog szólni?
Én szerintem igen, nagyon készülnek a franciák, tehát ez 100%, hogy így van. Az, hogy hogy tudják garantálni a biztonságot 400 ezer nézőnek a megnyitó ünnepségen, a Szajnán, ez egy kérdés. Hát múltkor mentünk, a kollégákkal mentünk ki falut bejárni gumicsizmával, de akkor reggel a szállodából elindultunk metróval. Hát azért ott föl kell készülni mindenre, tehát mondjuk a reggeli 8-as metróval mentünk, egy 3-4 órát metróztunk, Szent-Denis-ben van a falu. Egyébként a falu jól néz ki, kicsi, de szerintem nagyon kezelhető. De hát másak a viszonyok, mint nálunk, tehát fel kell készülni, azt mondják a szervezők, nyugodtan metrózhatnak a sportolók, nem nagyon ajánlanám, a forgalom az szerintem brutális lesz, hiába mondják, hogy olimpiai sáv, de azért a falu közelében vannak ott jó helyszínek, meg a város közepébe, tehát én azt mondom, hogy európai olimpia lesz, szerintem fantasztikus lesz a hangulata, meg minden, és bízom benne, hogy ahogy látom a franciákat, és ahogy mondják, nagyon készülnek a biztonságra és minden ilyenre, én nagyon pozitívan látom, és az IOC is ugye gyakorlatilag azt mondja, hogy hát remélhetőleg még tűzszünet is, és addigra még bármi megoldódhat a háborúval kapcsolatban. Hát csak legyen így. Szóval lesz miért aranygépet indítanunk hazafelé? Hát azt nem tudom, de aranygépet már lekötöttük, úgyhogy innentől kezdve biztos. Elnök úr, akkor az aranygépre. Köszönöm. Nagyon köszönöm, és hát nem is kívánhatnék más, mint hogy egy ilyen mozgalmasnak ígérkező 2024 sikeres nagy díja, és még annál is sikeresebb olimpiai szereplés, és akkor még nem említettem az ifjúsági versenyeket, amivel lesz azért bőven dolog, után egy nyugalmas pihenés, és majd rád köszöntsön, és igen, ezt persze mindenkinek kívánjuk, hiszen ez az év utolsó napja, úgyhogy nagyon boldog új évet kívánunk, és nagyon-nagyon sikeres új esztendőt mind a magyar olimpiai csapatnak, mind természetesen a te csapatodnak, akik itt ezt a kis aprócska kis létesítményt működésben tartják. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy, és boldog új évet mondtál, mindenkinek. Boldog új évet mindenkinek. Tartsatok a Csisztus Podcasttal jövőre is, mert tudjátok, itt olyan történeteket hallatok, amit máshol nem. Találkozunk a többi felületen is, TikTok, YouTube és az összes többi, tudjátok. Sziasztok! A műsor támogatói a Victoria Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor. Játssza meg újult Tipmix Pro-val! Fogadáskészítő, azonnali kifizetés, szuper odds-ok, kibővült fogadási kínálat. Tedd még izgalmasabbá a fogadást az új funkciókkal. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya.